Így sercen a jól megsült rétes, ha szelik. A mozdulatsort pedig sok ezerszer ismételték meg a múlt hétvégén Mórahalmon azok a délalföldi mesterek, akik megmutatták tudásukat és termékeiket a Rétes Fesztiválon. Kismárton Lajos több mint 25 éve foglalkozik ennek az édességnek, vagy inkább desszertnek a készítésével, hiszen a sós változat legalább olyan népszerű, mint az édes. Szerinte a legfontosabb a jó liszt, és persze a szaktudás. Addig kell gyúrni a tésztát, ameddig a tártól és a kéztől el nem válik maga a tészta. Ezt egy olyan jó fél óra hosszáig szobahőmérsékleten olajjal, lekenyve, nejlon alatt, nem ruha alatt, nejlon alatt pihentetni. És ugye szokták mondani azt, hogy még a nagybamáink is azt, hogy ha húzunk rétes tésztát, akkor ne nyissuk ki ajtót, ablakot, meg szellő megfújja, akkor megszárad maga a tésztája. A rétesmester tudását is megmutatta, nem is akármilyen méretben. A fesztivál leghosszabb rétesét készítette el almás töltelékkel. Nézzék csak, milyen gyakorlattan húzza hártyavékonyra a tésztát. Akat is csodálója bőven. A sokadalomban pedig alig volt olyan ember, aki ne ezt a süteményt majszolta volna. Az örök kedvenc a meggyes és a túrós, és ha meggyes túrós, akkor már csak bónusz. A homokháti sokadalom azonban nem csak egy gasztrofesztivál. 15 év alatt a térség legnagyobb kulturális, művészeti rendezvényeként a Csongrád megyei értéktár része lett. A homokháti komplett gasztronómiára fölhívjuk a figyelmet, ugye az ötömösi spárgára, az ákányszéki barackra, a mórahalmi rétesre, ami szintén az értéktár része, és nem utolsó sorban a kultúrát képviselő egyesületek, akiknek nagy szerepük van abban, hogy ez a homokháti sokadalom ilyen színvonalas lett. Most is két színpadon szólt a zene, voltak kézműves foglalkozások, veterán autóbemutató és hagyományőrző programok. A 15. homokháti sokadalom sok látogatót vonzott, nem csak a környékről, hanem a határon túlról is.